Határőrként a belügyminisztérium részéről te voltál az összekötő Carlossal, a neves terroristával, akit ugye a világ sakálként emlegetett. Ezzel például hogy tudtál magadnak elszámolni? Ez egy megbízatás volt, vagy fontos volt neked? Is. Tehát te hittél abban, amit a Carlossék abban az időben csinált? Nem hittem abban, amit a Carlossz csinált. Tehát a terrorizmus, mint olyan, az sosem vonzott, és sosem fogom ezt pozitívan megítélni. De te tartod még a kapcsolatot Carlosszal? Ő most már hány éve ül börtönben? Hát már elég régóta, 96 óta. És leveleztek? És túlzásul levelezünk, de volt egy pár levélváltásunk. Amikor elkészült a Csikó című film, ugye ez a nagy sikerű, nemzetközileg is nagy sikerű film, valószínűleg látta Santé börtönben, mert elég ilyen részletesen elemezte és gratulált a filmhez, szóval felajánlotta, hogy nekem hajlandó lenne interjút adni és elmesélni, hogy milyen volt a magyarországi időszaka, és egyelőre bürokratikus okok miatt ezt nem tudtam keresztül vinni. Lehet, hogy egyszer ezt meg kéne csinálni, hogy tisztázok végre, hogy mi történt. Amikor Eduardo haditudósítóként Eszékre érkezett, itt lakott az Ossziék szállóban, a haditudósítók tanyáján. Később, amikor együtt jártunk itt, még lehetett a szállóban frontra néző szobát kérni. Akkoriban csak külön engedéllyel juthattunk a tetőre, a szétlőtt felső emeleteken keresztül, most pedig itt van a szálloda wellness központja és a jacuzzi. Hol volt a front pontosan? Ott, ahol az erdő vonala kezdődik, végig, ők voltak a védelmi vonalaink. Tehát egy gátba belépítették a bunkerrendszert, a bunkereket, a gáton túl a laknamezők végig, és az erdő másik oldalán, ami nem innen egy kicsit nagyon tűnik, de egyébként egy békon rendőrsel, ott meg a szerbek voltak. A háború alatt itt a part közelében húzódott az a lövészárok, ahol Josip bácsival találkoztunk. Akkor, mikor a fiam elesett, december 6-án, akkor... 91-ben? 91-ben, igen. Akkor azóta én felöltöztem és maradtam a helyén. Van fénykép róla? Van. Volt. Volt a Katona Egyetemen 7 esztendőt. Letöltötte úgy, hogy ott hagyta és... ott hagyta az egyetemet, akkor hazajött. Hogy te hallottak az? Ott hagytok, mert hát nem lehetett vinni magunkkal. Voltak sebesültek is. Sebesülteket, az sebesültek, kihoztok mind. Voltak öreg emberek, voltak civilek, akit hát... Asszonyok voltak, úgyhogy hát... Volt. Mindenki kijött Szent Lászlóról, vagy nem? Volt, aki ott maradt? Ott maradt három asszony, meg négy ember. Öregben, akik a pintébe voltak, nem tudtok, hogy még pintébe vannak, az ott maradtak. Mi lett velük? Nem tudjunk semmi sem róluk, de ahogy halljuk a hír, hogy mikor meglátik, akkor agyonlütik őket. Hogy fognak együtt élni ezután? Sehogy. De egy országban élnek nagyjából, nem? Mi élhessünk együtt. Ők elmehetnek, jöhetnek, ha törvény védi őket. Ott, ahol én megesküdtem, a fiam sírja arra. Ameliket én elérem, hatalomnak muszáj szökni, mert a mi hatalmunk, a törvény olyan, hogy megbüntet. De nem muszáj mindent látni. Ameliket én elérem, az többet biztos napot nem fog látni. Visszamegy, Josip bácsi? Minden esetre. Ha... De nincs ott semmi. Ne legyen. Megvan, a földet el nem vihetik. A földet el nem vihetik. Eszék melletti táborban 2500 elűzött ember élt. Természetesen köztük is találtunk Szent Lászlóiakat. El tudja maga képzelni, hogy már hónapra csak
kizavarik az otthonából, legyőtik, kirabolik, elűznek, mert a kutya nem tud. És mi sem nem tudtuk előre elképzelni, de megtörtént. Szent Lászlónak 800 éves múltja van. Szent László öregöbb, mint Amerika. Ugye? Mióta fel van? Öregöbb volt. És most ez csak úgy egyszerűen valaki csak úgy, mit tudom én, azért... Igen. Csak úgy eltörült a föld színéről, mert be akarta írni a nevét a történelembe, vagy mit akartak tulajdonképpen. Mert mi ott nem bántottunk, mi igazán senki nem bántott. Fel lehetett építeni újra új falut, lehetnek szép házak, komfortos, meg minden. De nem lehetnek azok a pókhalus. Öreg pálás, te benned soha. Ahol volt a 200 éves roktapap, meg szidőpap, meg a jó Isten tudja. Úgyhogy minden generáció, amikor kisgyerek volt, akkor felment a pallásra, körülnézte. Én is, meg az én édesapám is, meg az én gyerekeim is. De az ő gyerekeik többé nem tudnak felmenni, mert nincs. Jó egy évtizede visszamentünk Eszék környékére, hogy az elűzöttek első csoportját hazakísérjük Szent Lászlóra. Évekig nem térhettek vissza szülőfalujukba, ahova még a béke első hónapjaiban sem volt egyszerű bejutni. Az ENSZ katonák léptennyomon ellenőriztek bennünket. Sárikának 6 évbe tellett, amíg ismét megtehette ezt a mindössze 13 kilométert. Na most jön a nagymamámhoz. Egy nagy lélegzet, annyi sokat ez volt valamikor. Isten, nem. Ez? Ez. Jézus Mária, honnan ez a sok? Amelyben Simics. Nem az, mégse. De. Amelyben Simics volt. Ez a Varga Juliska, Jézus, ez meg a Váncsöké. Jézus Mária. Mindent vártam, de ezt nem. Szóval. Ja, az a mi házunk ott, az emeletes ház mögött. Ja, Istenem. Amely itt most még biztos olni. Na, az biztos, mert majulok el. Picit egyenesen. Ez a templom? Templom. Ez volt a templom. Utolsó estem kezdtek potyogni a gránátok, ott itt maradt a karna, képzeld el, ott van a teteje. Azt mondták, hogy csak lassan. Jaj, mama, nem olyan. Pince, ott van. Meddig szabad menni? Itt most nem is nagyon lehet lemenni az útról, ugye? Nem lehet sehova lemenni, mert itt igen veszélyes az egész. Ez lehet, hogy itt már 2-3 méterrel odébb, ott már rakna lehet? Biztos, még van is, nem úgy lehet, hanem van.